ugyanaz. El fogom mondani, hogy miért. Én négy szakrális, úgynevezett szakrális érték törvénnyel készültem. Ezt fogom elmondani, és megpróbálom nagyon érthetően elmagyarázni, hogy mi is ez. És elmondom, hogy ez mit jelent kvantumfizikára, aztán utána rendes magyar nyelvre lefordítva. Az első, ezeket én fölírom. Ezt úgy hívják, hogy szabad akarat. A szabad akarat az nem jogi kategória. Az nem valamiféle lehetőség, vagy adomány, vagy amit a hatalom ad az embereknek, hogy megvan a szabad akaratod. Még csak nem is egy isteni adomány. Ez az univerzum alapvető törvénye. Az én világképemben. Mivel ezt lefordítva, most egy kicsit tudományosan szól, beszélve, ez egyenlő a szabad akarat a számomra az úgynevezett Heisenbergféle határozatlansági relációval. Ami azt jelenti, nagyon egyszerűen megfogalmazva, hogy semmi se biztos. Nem tudunk semmit részecske szinten, meg pláne egyidejűleg megtudni, hogy hol van, meg mikor. Persze nem pontosan így van a tudományban, de ezt így érthetően így tudom megfogalmazni. Ez nagyon egyszerű dolgot jelent, mégpedig azt, hogy ha ez kvantum szinten így van, és minden, ugye az összes anyagi világ ebből épül föl, az összes alaprészecskékből, akkor ezt nem tudjuk így soha biztosan megállapítani. Mert hogy ezek a mennyiségek olyan picik és nem is fölfogható mennyiségekben ugye néz ki, hogy ezt nem tudjuk megmondani. Bemutatom például egy nagyon egyszerű. Itt egy gyufás katuja. Nem tudjuk egyetlen érzékszervünkkel sem megmondani így, hogy ez most van-e benne egyáltalán valami, vagy nincs, és ha van benne valami, az micsoda. És egyébként, hogy viselkedik. Mert látjuk. Tudjuk, hogy mi van benne, vagy ránézzünk. Hogy van-e egyáltalán, nem tudjuk. Hallásunkkal semmi. Meg is lehet szagolni. Meg lehetne ízlelni, megfoghatjuk. Nem tudjuk, hogy van-e benne valami. Mit csinál az ember, ha ez az öt érzékszerv nem működik? Megpróbál valami műszerekkel, tehát mit tudom én, átvilágíthatnánk röntgen sugarakkal, és akkor valamit látnak, valami foltot ott, hogy valami ott van biztos. Ha van benne valami. De azt se tudjuk, hogy van-e benne valami. Hogy bármilyen műszerekkel megpróbálnánk nézni, de hát a röntgen sugarat sem látjuk, a gammasugarat se látjuk, a rádióhullámokat se látjuk. Muszáj lefordítani az öt érzékszervünk valamelyikére. Ugye? Különben a röntgensugarat se látjuk, hanem ott teszek a fotópapírt, aztán valami lesz. Valamit mutat. Na most ez azért egy fontos és érdekes dolog, mert ugye mit tudunk csinálni? Hát kinyitjuk. Tehát beavatkozunk a rendszerbe, hogy megtudjuk, hogy mi a helyzet. Tehát, hogyha valami az egyszerű beavatkozást elkezdjük rázni. Valami van benne. De ettől még nem tudjuk, hogy mi van benne. Csak valami van benne. Ki kell nyitni. Ha kinyitjuk, akkor esetleg látjuk, hogy van benne egy pénzdarab. De ennek, mint minden részecskének, lehet két állapota. Fej vagy írás. Ha most én megpörgetem az asztalon, bárki meg tudja mondani, hogy ebben a pörgés állapotában fej vagy írás van? Nem tudjuk. Meg kell állítani. És akkor vagy fej lesz, vagy írás lesz. Ez minden egyes atomi részecskére igaz. Na most gondoljunk bele abba, ami volt ez a Covid-hisztéria.
mennyire biztosan állítottak mindent. Itt a vírus, ez a genomszekvencia, stb. Egy csomó marhaság. Kvantumfizikailag lehetetlen bármit is megmondani róla, mert ha egyetlen egy atomnak, egy hidrogén atomnak nem tudjuk az állapotát, lásd ez a bizonyos szabad akaratból származó kvantumfizikai törvény, akkor nem, hogy ha azt nem tudjuk, akkor hogy merik azt állítani, hogy egy több millió atomból álló szerkezet, egy RNS vagy egy DNS, az leírható, és tudjuk, hogy mi hol van benne, és mit csinál. Egy frászt. Lehetetlenség. És nem orvosilag, nem biológiailag, kvantumfizikailag lehetetlenség. És képzeljék el, hogy ugye remélem, hogy a doktor urak majd ki tudják javítani, hogyha hülyeséget beszélek, de ugye egy DNS, az, ha jól tévedek, olyan körülbelül 250 millió atom körül áll. Írtatlan mennyiség. És egyetlen emberben van 37 trillió DNS. Képzeljük, hogy az összes DNS-t egy szállá kihúzzuk, és egymás után rakjuk. Ez a hossz, ez elérne a Földtől a Plutóig oda-vissza 17-szer. És azt meri állítani az hivatalos orvostudomány, hogy tudják, hogy mi van a DNS-ben. Nem tudják. Nem állítják. 3%-át ismerik. Igen, így van. Igen. Tehát, és a szabad akarat úgy jön be, hogy mi képesek vagyunk befolyásolni a döntésünkkel, a magyar szóval az egész rendszert. Hogyan? Ugye, lehet, hogy ezt nem ezt használom. Második ilyen. Erről már volt szó más aspektusban, hogy ez egy szakrális törvény, együttérző szeretet. Ugye a kolléga mondta, hogy 99%-ban az univerzumnak az energiája ez. Igen. De mit jelent ez? Kvantumfizikailag az azt jelenti, hogy két entitás, vagy akár hány entitás egy azonos, harmonikus kvantumrezgésben van. Az azt jelenti, hogy akkor jó. Ha nem harmonikus rezgésben van, akkor az rossz. Az ki fogja voltani egymást, abból problémák lesznek. A harmadik, és ez lesz a számomra az egyik legfontosabb. Mindenkinek legyen jó. Tehát egy bizonyos körben, most egy nagyon egyszerű dolgot mondok, mondjuk egy házasságban, vagy egy üzleti kapcsolatban, ha nem minden félnek jó, akkor annak a vége nem jó, ellenkezik ezzel a szakrás törvénnyel. Ez kvantumfizikailag lefordítom matematikai logikára, és majd ehhez egy feladatot fog kiadni, egy kicsit interaktívan. Ugye sokat beszélnek a sötét oldalról, a fény oldalról, két állapot. Mire játszunk? Az a kérdés. És ugye az a kérdés, hogy döntsük el, melyik oldalon állunk. Mire játszunk? Milyen játékot játszunk? Egyes játékot játszunk, egyesre játszunk, vagy nullára játszunk? Az egy fontos szó. Egység. Egy, minden egy. A fény oldal úgymond egyesre játszik. Ezt akarja a végeredménynek. A sötét oldal nullára játszik. Ez a hamis. Ez a rossz. Na most hogy néz ez ki? Ez
ez egy igazából informatikai dolog. Összeraknak ilyen logikai kapukat egy számítógépen, ezen alapul az egész számítás logikai, ilyen bináris nullákon és egyeseken. De mi van akkor, hogyha ugye megnézzük ezt? Jön egy egyes, meg egy nulla jel, de egyesre játszunk, ez egy úgynevezett és játék. És kapu. Tehát isnek is mondhatnám. Egyes csak akkor jön ki a kétféle dologból, ugye, hogy jön ki? Egyesből a nullából nem jön ki, mert annak nulla lesz. Mert egy és nulla az nem egy, hanem nulla. Nem lesz, jó. Nulla egy ugyanez. Nulla nulla ugyanez. Csak akkor lesz egyes, ha mind a kettő egyes. Azaz. Ha egy üzleti kapcsolatban nekem jó, mert monopól helyzetben vagyok, és azt csinálok, amit akarok, a másik meg rosszul jár, az nem egyes lesz a vége, az nem jó. Ez nem jó kapcsolat. Fordítva is, én is látok rosszul, mert ő van monopól helyzetben. De vannak olyanok is, amikor egyiknek se jó, akkor is üzletelnek. Tudják, hogy nem jó, de hát ez van. Csak akkor jó. Ha mindenkinek jó, és itt jön ez a szakás törvény. Erre játszol. Erre játszik a fény oldal. A sötét oldalnál pont fordítva van. Ez vagy. Egész pontosan X-szor, de ez most lényegtelen. Ez egy vagy, kizáró vagy. Mikor jó neki? Egy vagy nulla, az jó. Mert az egyik nulla. Nulla vagy egy, akkor is jó. Nulla vagy nulla, még jó. Senkinek jó, az neki a legjobb. Mikor nem nyer, ha mind a kettő egyes, akkor ő neki nem jó. Ez az egyetlen egyeset. És ebben az egyetlen egy esetben tudunk ennek ellenállni, de ez egy szakrális törvény, ez így van bekódolva az univerzumban. Na, most jön a feladat. Ezt már egyszer elmondtam. Van egy olyan helyzet, tegyük fel, mindenki képzelje el, van egy autója, és egyetlen hely van mellette, mert ez egy sportautó, ez egy kétüléses autó, megy az úton, egy hely van mellette. Megy a busz megálló felé, és lát ott embereket. Látni egy öreg nénit, aki szemben láthatóan elég rossz állapotban van, segíteni kéne rajta, támogatják, lehet el kéne vinni kórházba, nem jól van. Látsz. Ott van az illető, aki megy az autóval, mindenki kézzelje magát bele, a legjobb barátja, akinek nagyon nagy hálával tartozik, nem tudta még meghálálni, de most itt az alkalom elvihetni munkába. És van egy harmadik, mondjuk meglátja élete szerelmét. Ott a megállóban. Ha ott elmegy, soha többet nem látja. Soha nem tudja ezt a lehetőséget kihasználni. Egy hely van az autóban. Csak egy embert lehet elvinni. Nincs csomagtartó, nem játszik. Kit viszünk el? Kit viszünk el, ez a kérdés, egy hely van, csak három választási lehetőség. Kérem, ne mondja meg meg senki, csak gondolja meg, hogy mit választana. A. Öregnéni, B. legjobb barát, C. élete szerelme. Mindenki gondolja meg. Nyújtsa fel a kezét, aki A-t választ. A öregnéni, meg kell menteni. Kiválasztani a B-t, most ez nem dehonestáló. A legjobb barát a B. És C élete szerelme. Ha. Na most. Ez azért érdekes feladat. Azt fogom mondani. Most az az érdekes a dologban, hogy és ez nem azért, nem a válaszok miatt érdekes, hanem, és itt jön, hogy mindenkinek legyen jó. Hogy tudjuk ezt megoldani? Hát azt mondom én, azt mondja a feladat. Egy megoldásod van. Valamit választanod kell, hát egy hely van a kocsiba. Nem lehet elvinni mind a hármat. Egy hely van a kocsiba. Hogyan lehet mindenkinek jó? Most mondom, tudja valaki a megoldást? A barátom beviszi az öreg nénit. Ott maradok a szerelmemmel. Na most ez nem ezért érdekes, hanem azért érdekes, hogy
az arra gondoljunk mindig, hogy, hogyha ez vezérel minket, ez az elv, hogy mindenkinek legyen, akkor ne fogadjuk el, amit elénk tárnak. Most én előre predesztináltam, hogy ez a megoldás, A, B vagy C. Nem! Nem biztos. Ne fogadjuk el még a kérdés feltevésre. Nem biztos, hogy úgy van, ahogy elénk tárják a dolgot, hogy ez a választásod. Egy fráz. Át kell gondolni. Nem biztos, hogy csak ez a választás. Ez azért jó eljátszani ezt a feladatot, mert ez mutatom arra jó, hogy ha ez vezérel, akkor tiszta fejjel át tudjuk gondolni, hogy mi legyen az igazi megoldás. Hogy tudjuk kihozni azt, hogy mindenkinek jó legyen? Hát úgy, hogy nem fogadjuk el, amit elénk raknak. Így vertek át mindenkinek. És ez, igen. Úgyhogy, és ez mind a három, amit elmondtam, ugye kvantumfizika, a matematikai logika igazából, de ennek is van kvantumfizikai része, ez abszolút egy egyenlő, azt mondják, hogy ugye szakrális, spirituális dolog, ez a kettő egyforma. Tehát nincs különbség, nem kell dönteni, hogy én most spirituális lélek leszek, vagy elmegyek a reál. Ez a kettő itt a végén ugyanaz, az én világképen szerint persze. A negyedik, az pedig igazából ezekből következik. Az úgynevezett, ezt én találtam ki, nem biztos, hogy jó, de azt gondolom, hogy ez igaz, az ártatlanság védelme. Nem vélelme, mint jog. Védelme. Ami számomra azt jelenti, hogy soha ártatlan embernek az élete nem áldozható föl semmilyen politikai, gazdasági, egészségügyi, tudományos, bármilyen célból sem. Soha, semmikor nincs járulékos veszteség. Ezt ártatlan emberekre mondom. Tehát akinek nincs köze az adott dologhoz, és ha ez egy mondatos törvény benne lett volna bármilyen országnak a alaptörvényéről, vagy alkotmányában, akkor nem tör ki háború, nincs ez a Covid-őrület, nincs semmi ilyesmi. Mert nem áldozhatunk föl, mondhatják, ugye ezzel jöttek a Covid-őrület idején, hogy hát persze, hát tudjuk, hogy meghal benne pár ember, de hát mennyit megmentünk? Nem, én azt gondolom, hogy ezt nem fogadhatjuk el. Bármennyire jónak gondolnak bármilyen módszert, egy oltást, ha egyetlen, akár egyetlen egy ember belehal, aki ártatlan, az nem elfogadható. Tehát én azt gondolom, hogy ez is egy olyan alap dolog, ami ezekből következik, és ha bárki olyan pozícióban van, hogy megteheti, hogy ezt betartja, mert mondjuk egy intézet vezetője, és azt mondja, hogy már pedig nálam fontos az, hogy az ártatlanokat védjük, akkor ez nem fordulhatna elő. Tehát még egyszer mondom, én azt gondolom, hogy semmilyen emberi élet nem áldozható föl, semmilyen célból. Soha semmikor. Tehát az, hogyha létrejön egy olyan új társadalom, amiért ugye együtt gondolkodunk, akkor ezt én azt gondolom, hogy ezt be kellene tenni, mert enélkül nem lesz megvédve az az ártatlan ember tömeg, aki megérdemli ezt a védelmet. Összesen ennyit szerettem volna, talán át tudtam adni egyszerű módon, hogy mit jelentenek a kvantumfizikai és egyenlően szakmai törvények, hogyan lehet ezt lefordítani, és ha azt gondolom, hogyha ennek alapján nézzünk meg bármilyen problémát, most esetleg hozhatnám ide, mondjuk itt tudom én az orosz-ukrán háborút, ha ezeket betartották volna a felek, hiszen tör, nincs is konfliktus, hiszen ez az elv már megakadályozta volna. Köszönöm, ennyi szerettem volna. Köszönjük szépen, és akkor lenne egy másik előadás is még. Ehhez csak kiegészítésnék mondanék egy-két dolgot, például, hogy a kvantum fizikailag nézem is a világ hologram szerkezetű. Tehát úgy kell elképzelni, tudjuk mi a hologram, tehát hogy megvilágítom lézerfénnyel, és térhatású képet ad ki.
és egy pici töredékben benne van az egész. Tehát úgy kell elképzelni a világot, hogy pici apró részekből áll, és a kicsiben benne van, tehát egy az Isten, egy a világ, és az egybe benne van az egész. Tehát nagyon érdekes. Ugye az ember a világegyetemnek az etalonja, mivel Isten képmása. Tehát az én nagyságom és méreteim, ahogy itt vagyunk, az megfelel a középpontnak, mert kívül a világegyetemre, amikor millió fényévekre el lehet látni, ha befelé nézünk a szervezetembe, akkor olyan mélyre szintén le lehet látni, hiszen egy atompályák, atomszerkezetek úgy néznek ki, mint a naprendszerek. Tehát naprendszerek vannak kívül, belül, és az ember az etalon, aki ennek a központja. Ha a méreteit kielemzem, a kvantumfizika is, vagy bármi szerint ugyanez a dolog jön ki, tehát Isten képmásai vagyunk, amit itt elmondtunk. Nagyon szépen kijött ez is, és ezért minden emberre forma, és minden emberre szükség van, és minden ember fontos. Tehát amit a mai világban csinálnak, hogy rabszolgaként kezelnek és gyilkolnak bennünket, ez életellenes, Isten ellenes, a Teremtő Isten ellen van. És még volt itt egy kis történet, még az arra ugrott be, hogy így választani kell, hogy a öreg néni, a barátom, vagy a szeretőm. A szkíte ember mit választana, ezt én kérdezem meg. Hát a barátot. Leírtak olyan szkíta történetet, ugye leghíresebb az Amizok és Damdamis, csak azért elmondom, aki nem ismeri. Tehát harci helyzetbe kerültek egy folyóparton, megtámadta az ellenség, és előző este barátságot kötöttek. Magyarul annyit jelent, hogy vérszerződést kötöttek, egy kis vért csöpögtettek borba, mert azt használták a bort, Krisztus vérét, és utána pedig megitták, és ettől egy életre szóló testvéri barátság lett. Tehát ez ugyanaz, mint nálunk a falu helyen a komaság. A komaság ugyanez volt. Az első világháborúban több esetet olvastam, amikor mentek együtt harcba, és a fronton jöttek lovasok, láncsások, és odaugrott elé, mert alá akarták szúrni a másikat, és ő volt meghelyette. Ezt így kell elképzelni. Az Amizok Damdamis története is erről szól, mert az egyik ő beveti a folyóba a vizet, mikor jön az ellenség, a másikat elfogja, de ő kiabál, hogy nem emlékszel, testvéri kapcsolatot kötöttünk tegnap, de emlékszem, és akkor visszamegy, megkeresi a fővezért, a fővezérnek mondja, hogy ki szeretné vinni a barátját, a fővezér azt mondja, hogy nagyon sokba kerül, de hát ő nem tud fizetni, mert elvették a lovát, a fegyvereit, mindent, tehát nincs mivel kifizetni. Akkor viszont valami nagyon fontos dolgot kell adni, és erre fogja, és kinyomja mind a két szemét. Ki lehet nyomni kézzel egyébként, nagyon egyszerű, kiszakítja és oda nyomja a parancsnok kezébe. Parancsnok annyira megijed, és elengedi mind a kettőjüket, és utána elhúzzák, hogyha azt mondta, hogy ha az két a katonák ilyenek egymással szembe, akkor mi nem maradunk egy percet se, hanem elmegyünk innen. Utána Amizok és Damdamik hazasétál, az két a faluba, ahol laktak, és a falu határa előtt Amizok is kinyomja a két szemét, és úgy mennek be a faluba, hogy mind a ketten bokok lesznek, így élik egész életüket, és így lesz minden utána. Tehát ez az egyik történet, a másik történet pedig maradt ilyen, hogy rágyulladt egy ház rájuk, ott volt a felesége, a gyereke és a barátja. Kiszaladt, és utána látta, hogy a többiek nem tudnak kijönni, és visszaszaladt, és kit hozott ki először? Barátját. Jó? Tehát a szkítaságot így is értelmezhetjük, hogy a barátság ennyit jelent. Ha ilyen barátok lennénk, és ennyi barát lenne a világon, nem ilyen helyzet lenne. Nyilván kihozta a feleségét és a lányát is, de először a barátját hozta ki, tehát ez volt a lényeg, ami volt. Amiről meg beszélni szeretnék, tehát, hogy a szkíta kereszténység, olyan válságos időket érünk, amikor a politika minden úgy alakul, az egyház is minden úgy alakul, hogy lement olyan mélyre, hogy ennél mélyebben nem lehet. Vatikánról tudjuk, hogy ugye a Vatikáni Bank, a Vatikáni Központ, három központ van a világon, ugye London, Washington és Vatikán, ami uralja a világot a szabad különbségen keresztül. Tehát ide jutott az egyház is, meg kell újulnia. És ennek a célja számomra, és ezt hirdettem, és ezt kell mindenkinek hirdetnie, hogy eltüntetni az Ószövetséget, Jézust kiszabadítani az Ószövetség rabságából, visszahelyezni az Új Szövetséget a helyére, és a Jézus Krisztust is a helyére tenni, tehát csak az Új Szövetséggel foglalkozni, az Ószövetséggel nem.
Tehát erről szólna a szkítaság. Tehát a szkíta kereszténység, ugye szkítát, ezt mondtam, mindenki tudja, Nimród király volt a mi ősapánk, és ő volt a szkíta, tehát onnan kaptuk a szkíta nevet, mert Noé után ugye Kám, Kus és úgy jön Nimród, a nagyapja és a nagyapja is ezen a vonalon volt, és ezt a korszakot, a Noé-i korszakot egészen Nimród királyi szkíta kornak hívták, írja Epifánius egyházatja, a nagy egyház történetében Krisztus után 400-ban. Tehát innen a szkíta megnevezés, az ő fia meg Hunor és Magor, tehát az egyik fia magyar, a másik hun, tehát meg szkíta, az így függ össze, tehát ez, ebben nem szabad most gondolkozni, hogy most én mi vagyok, hun vagyok, magyar vagyok, szkíta vagyok. És mivel az ősiség szkítától jön, a szkíta Nimródtól, tehát oda kell visszamennünk a szkítákhoz, mert Nimród volt az a király, akikor Babilonban leomlik a torony, akkor ugye, akkor elvonulnak, átvonul Afganisztán területére, és megalakítja Balk városát, és ott egy birodalmat hoznak létre, Baktriát az a neve. Ez genetikailag most igazolódik, mert találnak ott halottakat, és akkor eljöttek a magyarságkutató, elhozta a francia régészek, három Mongóliába talált ember találtak, és mind a három a harmadik Bélához áll legközelebb genetikai kapcsolatban. Hát ez csak úgy létezik, hogyha az Árpád-házi királyainknak, akiknek az őse Nimród, nyilván ez a vonal, ami ott volt, ami leginkább kapcsolódik hozzá. Ő egy vallás alapító is volt, tehát én méghozzá egy nagyon-nagyon fontos, tehát ismerték a égi szereplőinket, a napot, a holdat, a csillagokat, a csillagok járását, mindent, tehát egy ilyen nagyon nagy vallást hozott létre, mágus vallást úgy mondjuk, és ezt örökítették tovább, és ezt visszük tovább. Amikor írtották ezt a nemzetiséget, akkor a mágus vallást titkolni kellett, és akkor került tátosok kezébe, és a tátosok viszik tovább, és ők dolgoznak ezen, és úgy jutunk vissza. De a kereszténység az nagyon-nagyon régi dolog, és benne van az őstörténetünkben, hiszen a szkíták a Kárpát-medencében a kőkorszak után már kialakulnak, ugye ezt is mondtam, a kökénydombon van egy írásos anyagom, amiben leírják a kökénydombi ásatásokon talált tárgyakat, és abban megírja az illető szerző, régész, hogy találnak egy csomó edény töredéket, amint csodálatos szép szarvasok vannak, szkíta szarvasok. Hát akkor a kőkorszak alakul át szarvassá, szarvas tisztelet és a szkítákká. Tehát itt a Kárpát-medencébe keletkeznek a szkíták, ez egyértelmű. És a jelképrendszer minden működik, és az onnan van, és ez a szkítakor. Elírnak egy olyan kulturális hagyományt tudnak elérni, amit szkítakornak lehet mellett, és a szkíta vallás. Azért is fontos a kereszténység, mert a mi nyelvünkben benne van, csak a mi nyelvünkben, hogy kereszt, én, mondjuk én kereszt, a kereszt pedig köroszt. Tehát ha kört elosztom két ággal, egy vízszintes és egy függőnös ággal, megtalálom az egyenlő számú keresztet a körben. Tehát a magyar nyelvben benne van, tehát nekünk a kereszténység itt van a nyelvünkben, tehát nekünk ezt kell hordozni. A legrégebbi kőkorszaki edény szintén ott a dombon találnak egy vázát, aminek a talpán egy ugyanilyen körkereszt van berajzolva és körkereszt. Tehát már a kőkorszaki ember is ismerthette a kereszténységet, és a kereszténység az egy régi vallás, ami végig kísér bennünket ide. Jó, tehát a szkítáknak a kereszténysége pedig legjobban, hogyha Melkizedek után kutatok és nézem, hogy ki volt Melkizedek. Melkizedek volt ugye az a fő pap, akiről azt írja az Új Szövetség, hogy Jézus Krisztus Melkizedek rendbéli pap volt. Tehát a szkíta kereszténység, Jézus Krisztus gyönyörűen összefügg az Új Szövetség szerint is. Van egy Borsos Miklós nevezettű Magyarok Világszövetsége tagja, aki két évvel ezelőtt írt egy könyvet, még sajnos csak németül van meg, de lefordítjuk majd, hogy a könyvének az a címe, hogy az Új Szövetség szkíta örökség. Tehát a szkítai örökségből vették át. Nyilván meg van hamisítva, van benne egy csomó dolog, ami nem olyan, mert átírták többször, de csodálatos dolgok van benne, és ez kell, amit nekünk képviselni kell. Tehát így jön be Melkizedek révén a szkíta kereszténység, és Melkizedek azért csodálatos, mert ő kenyérrel és borral áldoztat. Tehát nekünk közünk van a borhoz, mindenki igyon bort, mert az Jézus Krisztus vére, jó vörös bort, minden este 2 decit,
nagyon egészséges és nagyon jó, ajánlom mindent, tehát ezt úgy kell, csak nem mindegy, hogy ki csinálja a bort. Ha gyártják ilyen gyárakba, és nem kézműves borászat van, akkor az a bor nem ér semmit, az levisz, lefelé visz, és a jó bor, az igazi kézműves borászat, az fölfelé visz, és révülést okoz, és fölfelé megy az ember. Tehát Melchizedek főpap kenyérrel és borral áldozat, ugyanakkor a zsidóságnál gyerekeket, csecsemőket áldoznak, lásd Ábrahám története, amit leírnak az Ószövetségbe, hogy Izsák nevű fiát meg kellett volna ölnie, és meg állatokat áldoznak. Hát egy, ahogy leírások, régi leírás szerint egy zsidó templomban egy állatáldozat, elvágják a torkát, és közben a vér fröcsög mindenre, az egész templom csupa vér lesz, ezt csinálják. Ugyanezt csinálják most, ha megnézzük, hogy hogy van egy zsidó vágóhíd. Látott már valaki, hogy hogy csinálják? Vesznek egy ilyen horgot, egy szarvasmarhát leállítanak oda, egy ilyen horgot beakasztják a nyakánál, kitépik a két karotiszt és a légcsövet a bőrrel együtt, és leesik a légcső, ott fulladozik, és közben elfolyik a vére, így vértelenítik. Majd összeesik, mert megfullad, és fulladásba hal meg az állat. Na hát ez állatkínzás, hát ilyet nem lehetne, de erről szól a zsidó dolog. Most a zsidóságról azt kell tudni, hogy tényleg a Ószövetséget, a zsidó vallást bankárok, vagy lehet azt mondani, hogy akkori szabadkövűesek írták, mert nevezhetjük őket szabadkövűesnek, mert ezek itt vannak velünk ezer év óta, Rómában, Görög Birodalomban, mindenhol ott voltak a pénzák mögöttük. És ők, aki megírja azt az Ószövetséget, ami mire alapul, az egyik alapja, hogy például írja a kamatot, kamatot lehet szedni, kitől lehet, mennyi kamatot, kitől nem lehet szedni. Ha tagja volt a zsidó vallásnak, akkor fizetni kellett neki tagdíjat. Hát most lélekből vagyok tag az egyháznak, vagy... Tehát minden a pénzről szólt, a pénzt írták ki, a másik pedig, hogy választott nép. És ha választott nép van, akkor lehet sorolni az embereket, hogy ezeknek minden szabad, ezeknek meg semmi. Erre alapult az a birodalma, amit ma létrehoztak, és ami ma a világot uralja. Tehát a zsidó vallásnak ez a része, uralja a világot, ami az Ószövetséget tartalmaz, és le van írva benne, ha elolvasom a régi Ószövetséget, a királyság és a királyszó is nagyon veszélyes, azért kell odafigyelnünk a Szent Koronára és a Szent Koronatanra, mert mi ilyen királyságot, nem a szabadkövesek által létrehozott királyságot, a világot már feloszlatták még Olaszországban, római, hogy hívják, a hat részre, az európai királyságnak a vezetője a Rothschild család lenne. Ez le van írva, pontosan így van, tehát ők lennének a királyok, tehát ezt nem szabad hagyni, hogy ilyen legyen. Ezért jelenik meg a vármegye rendszer nálunk, meg a főispán. Nehogy azt gondoljuk, hogy most a magyarsághoz térnek vissza, nem, hát már az a zsidó nyomás valószínűleg itt van, de a zsidókat meg úgy kell értelmezni, hogy a zsidóságnak, ezt most is elmondom, mert már nem is lehet hozzáférni, meg nem meri senki kimondani, 1-2% a zsidó genetikai vizsgát alapján, 92% kazár zsidó. Kazár zsidó 92%-a életükben nem jártak Izraelbe. És most ott gyilkolják az embereket Izraelbe. Hogy? Milyen alapon a palesztinokat? A legközelebbi testvéreink egyike a palesztinok. Hát ugyanaz volt a palesztinok, az tulajdonképpen Dávid és Góliát története. A Góliát volt ugye a filiszteus és a palesztin, a filiszteus-palesztin, ez legközelebb is. És mi vagyunk egyedül most Európában, Magyarország, aki nem a testvéreket védjük, a filiszteusokat, hanem a zsidóságot védjük egyedül is szembeszállva egész Európával, meg az egész világgal. Tehát egy olyan vallást hoztak létre, amin keresztül létre lehet hozni. Ez a Talmudban van benne, ezt nagyon szépen elmeséli nekünk a tanár úr, aki erről beszél mindig a talmudistákról, és a Talmud ugye az meg egy rendkívül agresszív történet. A Talmud leírja azt például, hogy Jézus Krisztus nem volt zsidó. Hát akkor most milyen alapon állítjuk Magyarországon vagy bárhol a világon, hogy zsidó volt, mikor ők kiszelektálják? És gondoljuk el, hogy ha van választott nép, ezt így még nem mondtam el, de ezt figyeljen oda mindenki. Ha Teremtő Istennek van egy választott népe, mondjuk a zsidóság, akkor hogy létezik, hogy leküldi a fiát, Jézus Krisztust a földre, és az ő választott népén megöli, keresztre feszíti? Hát ezt el tudjuk képzelni. Van ilyen Teremtő Isten, aki a saját fiát hagyja, hogy a sajátot választott népe keresztre feszítse? Hát ilyen történet nincsen. Tehát ebből is látszik, hogy mekkora hazugság az egész, a választott nép, stb.
És ha 2% az eredeti zsidóság, ez annyit jelent, hogy abban az időben, mikor Mózes fölmegy a hegyére, lehozza a kőtáblát, akkor ott van a kezében a 10 parancsolat, meglátja, hogy nem tetszik a törzse, fogja, eldobja a követ, széttörik darabokra, amit azóta se látott senki, nyilván nem is volt ilyen, de ez is csak egy olyan bibliai történet, és utána 400 embert kiír a törzséből, gyerekeket, csecsemőket, ugyanúgy, mint most. Tehát az, le van írva az Ószövetségbe, hogy menj, és írts ki, hogy ír magja, nem magja. Ez gyönyörű, szépen visszajön most, ha megnézem az izraeli-palesztin konfliktust. Netanyahu minden mondata az Ószövetségből idéződik. Addig támadja őket, amíg ugye, amíg mindegyik ki nem írja az összeset. Tehát itt nincs olyan, hogy kederem, hogy megállok, vagy valami. Nem, azt mondta, hogy nem adja föl, amíg vannak, addig ők végig harcnak, és nem is hagyják abba, kiírtják. Nézzük meg a várost, lebombázzák. Ugyanaz, mint az Ószövetség írja, hogy menj, írts ki azt a népet, de írts ki az állatvilágát, a növényvilágát, majdnem az, hogy sózd be a tájat, hogy semmi növény, semmi állat nem üljön. Most ugyanez van, nézzük meg Gázát. És kiket írts ki, hogy ír magja, ne maradjon, mit jelent a gyerekeket? 70%-a 30 ezer főből a halottaknak, gyermek és nő. 70%-a. Ez úgy van, egy amerikai katona nő, aki most leszerelt, és ő mondja, hogy bemérték a házakat. És ahol van 6-7 gyerek, akkor odalőttek a házba, és megsemmisítették. Így tudták elérni. Tehát, hogy kiválasztották, hogy hol van sok gyerek, iskolákba, kórházakba, és orvosokat is, több száz embert megölnek orvosok. Bombáznak, mindent csinálnak. Tehát ez egyszerűen félelmetes, hogy Magyarországon ez semmi nem terjed el, ebből semmi nincsen. Ez népírtás. De ezt tudjuk várni. Ők erre képesek, mert a hatalom mögött ez a vallási szemlélet van. Az igazi zsidóság, ugye az az 1-2%, azok a legközelebbi testvéreink, hiszen a sémák, tehát a Kánnak a testvére, tehát nekünk testvéreink az igazi zsidóság, az igazi zsidóság nem képes erre. Nem a zsidó nép a hibás, hanem a zsidó nevet használják fel a politikára, és a zsidó nép alatt valósul meg minden. Mert hozzák ide az embereket, akik átveszik ezt, és pénzzel foglalkoznak, stb. És akkor utána ide jutunk ma. Tehát most ez nagyon kiéleződik, és ugye azért fontos Jézus Krisztus, mert itt a Netanyahu ezt is látja, hogy ez is látszik Izraelben. Most hozták azt a törvényt, hogy ha valaki hirdeti Jézus nevét, kimondja például, vagy az a új szövetséget hirdeti, akkor 1 év börtönre, ha fiatalkorúnak teszik, 2 év börtönre ítélhető. Tehát ide jutott Izrael is, tehát Jézus Krisztus neve, a kereszténység használata 1 év, 2 év börtön büntetéssel jár. De ez megy a világon mindenhol, ha olvasom Amerikában, egy gyerek első osztályban ment, és Jézus Krisztust emlegett, és írásbeli elmarasztalást kapott, vagy egy országos bajnok sportoló elmondta, hogy a sport sikert Jézus Krisztusnak köszönheti, mert ő vallásos ember, és hisz, és a hite által teljesül. Fogták, kivágták a riportból is, nem is, utána pereskedés lett ebből is. Tehát mindenhol ez megy, tehát amíg ez a hatalom, ez a globális világhatalom van, ami mögött az Ószövetség áll, a világ királyságát akarják megszerezni, a világ összes vagyonát és a világ összes népét elpusztítani. Tehát ők nem állnak meg azzal, hogy most félig vagy valameddig, teljesen. Tehát nekünk erre kell fölkészülni, ezt kéne mindenkinek tisztán látni, és ebből látni, hogy itt nincs megállás. Itt, ami ma elhangzott, amit itt mondtak a kollégák, mindenki, az mind igaz, és arra kell figyelni, hogy nekünk itt nincs kegyelem számunkra. Tehát itt simán, simán, ha nem állunk fel, nem fogunk össze, nem megyünk a szeretet felé, akkor itt végünk lesz. Tehát az egészet így kell elképzelni, de most van lehetőség rá, Vatikánban is azért a papságnak az 50%-a nem szabadkőműves nyilván, hanem tiltakoznak, csak még többségben, hatalmon még a szabadkőművesség van. Mikor megépítették Vatikánból azt a kígyófejű, még a 80-as évek végén azt a kígyófejű szörnyűséget, ami egy audiencia terem tulajdonképpen, és azóta is használják a Vatikánban, ez már mind az volt a szabadkőműves jelképek. De ha visszamegyünk például Mózest, ki emlékszik, Michelangelo hogy ábrázolta Mózest? Szarvakkal. Bizony. És ha ilyen művészeti dolgokat nézünk, nagyon sok helyen szarvakkal ábrázolják, mert maga az ördög. A sátán, az egy törzsi vallás volt, egy törzsi dolog, ami volt, ami leple alatt lehet. De az Ószövetségben is vannak szép részek, hiszen a Slomo Szent, ezt most is ajánlom, hogy szerezzük meg a könyvét,
egy Tel Aviv-i történész, aki nagyon rendes és korrekt ember, igazi zsidó ember, mert a zsidóságról mindent leír és minden harc előtt, de becsületesen megmondja, a zsidó nép története maximum Krisztus előtt 700-ig követhető. Tehát az összes Dávid, Salomon történet, amik ott van, Ábrahám meg minden, ezek nem követhetők, mert ez már kitaláció. Köszönjük? Átvétel, persze. Amikor eljutnak Babilonba, onnan a könyvtárokba bejutnak, és az kit a dolgot átveszik. Tehát sok korrekt adat van benne, csak épp egy kicsit megfertetni. Erről szól ma is, amit mindenki elmondott, vagy ami itt van, hogy ma a könyvekben bármiben nézem, 80, akár 90%-a igaz, és 10-20%-a megvezetés. És így tudnak elérni bennük, akik csak felületesen olvas el valamit, és hirtelen az megragad benne, amit ők akarnak, az marad benne, akkor utána viszi. Tehát ma nagyon óvatosan, nagyon józan parasztész használva kell olvasni mindennek, minden így van, mindennek mögé kell látni. Látni kell, hogy mi van mögötte, mert különben eltusolnak, mert az egész WHO erről szól, nem? Hogy milyen jó statisztikákat adunk, mit csinálunk, hogy csinálunk, majd mi megmondjuk meg így, de közben megkívülnek bennünket, mert meg lesz kötelező oldás, lesz minden. A WHO jön, megkapja az összes forgalmazást a gyógyszereknek, a egészségügyi gépeknek, mindennek rajta keresztül fog menni. Például óriási biznisz lesz nekik, mert csak a WHO-n keresztül lehet majd akármilyen CT-t, MR-t, bármit, amit lehet mondani, amit majd lehet, hogy hívják. Tehát ők ezt nagyon tudatosan, céltudatosan csinálják. Ezért kell nekünk figyelni, közösségbe szerveződni, olyan gyönyörű ez a szabad akarat. Hát Istentől szabad akaratot kaptunk, mindenki szabad, aki születik a Földre. Ezt nem lehet elvenni. Már erre hivatkozni, hogy legszívesebben perelném már így is oltást, vagy a járványt, vagy bármit, arra hivatkozva, hogy ne haragudjanak, a szabad akarat, az minden, az a Teremtő Istentől való. Hogy lehet kötelezni bennünket bármire is, testünkbe belenyúlni, beletenni egy injekciót, beletenni más. Ugye a gyógyszereket se tudjuk pontosan, hogy mi van most már, tehát azok is veszélyesek. Nyilván csak azt vegye az ember magához, aminek haszna van. Én mindig azt mondtam, hogy a gyógyszer 50%-ban haszon, 50%-ban árt. Tehát mindent így kell mérlegelni, csak akkor kell, mert más dolgokat kell találni. Jó, tehát röviden mennyi eltelt az idő, igaz? Akkor, hogy még beszéltek? Jó, tehát a szkíta kereszténységre visszatérve, tehát a Melkizedeki vonalat kell képviselni. Ábrahám is, ha úgy nézem, ő se volt zsidó, tehát. És Ábrahám írja az írás, az Új Szövetség, hogy amikor egy csatát nyer, akkor elmegy ugye Melkizedekhez, áldást kér, és tizedet fizet neki. Tehát ő még a szokás szerint, de hát ha nem egy zsidó papshoz megy, hanem Melkizedekhez, akkor ő se volt zsidó vallású, hanem nyilván szkíta vallású is, és szkítaságnak kellett. Ez érdekes dolog, a tized fizetést, az engem is egy kicsit megfontolt, de azt már mivel zsidók írták, vagy legalábbis beleírtak egyet, azért van, nem hiszem el, hogy ez lehetett volna. Melkizedek Sálem főpapja volt, tehát az ugye főpapja, vezetője volt. Egy különleges ember volt, és ugye aki azért volt itt, hogy őrizze tulajdonképpen Ádám Éva holttestét valahol, ahol el van temetve. Nem nagyon tudunk a családjáról semmit, hogy honnan származik, de például van olyan írásos anyag ógörög témakörben, aki például azt mondják, hogy maga Kám volt Melkizedek. Ez egy érdekes Kám, Kusnak a édesapja, Kusnak a fia pedig Nimród. Tehát Nimródnak a nagyapja is lehetett Melkizedek. Van egy ilyen írás, egy ógörög írás, ahol ezt írják, hogy egyházi vonalon, hogy ez volt. És igen, tehát a Melkizedek-féle kereszténységet kell nekünk, az Új Szövetséget mindenféleképpen képviselni, meg kell újulni mindenbe. Nem szabad az Ószövetséget félre kell tenni, mert megvezeti az embereket. Ha az Ószövetségben vannak, ugye a reformátusok használnak rengeteg imádzsoltárt, ugye, és ha az elejét olvasom, az gyönyörű szép, de elolvasom a végét, akkor utána mindig kiderül, hogy milyen dolgok vannak benne, mit tudom, a 17. Zsoltárnak a végét, de így, hogy Dávid király elfoglalja a Raballak városát, és amikor elfoglalta, akkor utána ítélkezik, hogy a város lakóit fejsze alá, fűrész alá vinni
stb. Tüzes kemencén átvezetni, és kinyírt minden embert a városba. Tehát ezt így csinálja. És ők meg éneklik a reformátusok a 17. Zsoltárnak az elejét, a végén meg ez a történet van. Tehát ha azt úgy kell csinálni, hogy ha találok a Bibliában rosszat, akkor azzal a Bibliával baj van. Mert azért, hogyha ilyenek is benne vannak, azért ez az alap. Úgyhogy röviden ennyit akartam. Ha kérdés van valakinek ezzel kapcsolatban, nagyon szívesen válaszolok. Az kit a kereszténység, tehát nekünk ezt a vonalat kell vinni. Kereszténynek lenni, Jézus Krisztust képviselni, Jézus Krisztust várni, hiszen ő fog eljönni. A magyar népszokás a Szent Koronáról annyit mond, hogy ezt fogja viselni Jézus Krisztus, ha eljön a második eljövetelikor. Tehát nekünk így kapcsolódunk hozzá, és ezt tisztelnünk kell, és várnunk kell, hogy mikor jön el, és mikor teszi a fejére. Az lesz egy jó világ. Köszönöm szépen! Na, egy kicsit beszélgessünk még erről a témáról. Ugye maga ez a spiritualitás, ez azért fontos az ellenállás szempontjából, mert ezt akarják kiirtani, illetve ezt akarják behelyettesíteni valami mesterségesen létrehozott vallással. Igen, meg is van, tehát ez a Ferenc pápa már elfogadta, ugye Kirgiziában ott van egy ilyen nagy, a fővárosban egy nagy templom, ahol megcsináltak és létrehozták a világvallást. Nem tudom, mindenki ismeri, nem ismeri? Tessék? Igen. Nem, ez megvan most már. Ott volt Ferenc pápa és aláírta, és Jézus nem is említik az új világvallásban. Tehát itt megvan, elkészült. Tehát most már bármikor működhet, bevethetik. Tehát ők már ennyire előre vannak ezzel. És a Ferenc pápa ezt kiválóan szolgálja. Mohamedán hitre val. Két, ugye, ha megnézem a vallásokat, a hinduizmus, a buddhizmus tulajdonképpen nem vallás. Tehát az egy segít abban, hogy az életben jól éljek, stb. Lehet sok mindent mesélni róla. Igazán vallás van a kereszténység, a zsidó vallás és a mohamedán vallás, ez a három vallás, ami van. Ebből tulajdonképpen egy, ami fontos, meg amit el lehet fogadni, az a kereszténység, hiszen a mohamedán vallás is ószövetség alapú. Tehát amikor a Mohamed azt mondja, hogy ugye, hogyha te emberek más vallásokat megölsz, és akkor a mennyországba jutsz, nem lehet bort inni, de a mennyországban majd bort ihasz, nem lehet csajozni, de ott lehet akárhány nője, stb. Tehát egy vallás így támogatja, az ószövetség alapon van, ez is egy gyilkos vallás, hát hiszen a arabok, mikor Ujgúriát megtámadták, vagy valamit, akkor 20-30%-át kiirtották a lakosságnak, fölállították, hogy átveszed a vallást, nem veszed át a vallást, és ha nem, akkor azokat kinyírták. Hát például Egyiptomban most nem olyan pár évvel ezelőtt nagy tisztelettel veszem, mai napig is emlegetem mindig, egy jó 40 fős buszt megállítottak ilyen terroristák, arab terroristák, és azt mondták, hogy térjenek át az alapvallásra, vagy megölik őket. És tele volt a busz gyerekekkel, nőkkel, felnőttekkel, és egy se akadt, aki megállt, mindeniket megölték. Tehát azért vannak még csodálatos áldozatok most is, ami Afrikában egy, mit tudom, egy 900 fős templomra rágyújtják, fából készült, és ott éppen 900 keresztény ember. De a világ kereszténysége nagyon emelkedik, tehát Brazíliában, Afrikában nagyon-nagyon erős a kereszténység, tehát most millió számmal emelkedik. Tehát most például ugye, hogy kötelezték a világot a pápa, hogy a homoszexuálisokat áldják meg, stb. A templomba. És ugye Európában Lengyelország és Magyarország volt, aki ellenkezett, ez nagyszerű a magyar egyház részéről, hogy legalább ebbe részt vett. De például Afrika, teljes Afrika összefogott, vagy Dél-Amerika is, az teljes papság összefogott, és ott ezt nem engedték meg. Tehát az igazi kereszténység már ott van. Tehát ezeken az országokban, tehát az igazi hit és az igazi élet. Európa sajnos elporcsosult, tönkre ment itt már pár százalékban lehet az igazi keresztény vallásos embereket, akik járnak templomba. Tehát olyan kevés van a templomoknak az öme már Franciaországban, itt tudom én árpádkori templomot is eladnak, és lesz szórakozó hely, vagy bármi belőle. Tehát Olaszországban járt egy ismerősöm nemrég itt, és ott is árultak templomot,
és jöttek mohamedánok megvenni, és kiment egy magyar delegáció, nem magyar, hanem román delegáció, Romániából mentek ki, hogy az ottani románoknak majd megveszik a templomot, és nem nekik lehetett, hanem az araboknak adták oda, hanem keresztényeknek, tehát ez is látszik, hogy a politika mindenhol beleszól és benne van. De azért alakulnak majd a dolgok. Jó? Valahogy ezt akartam elmondani. Bocsánat, hadd mondjam már végig, amit el akartam kezdeni. Köszönöm. Szóval, hogy véleményem szerint nagyon fontos a spiritualitás az ellenállásban, mert ez az, amit a háttérhatalom mindenáron valahogy el akar tüntetni, vagy valami mással akar helyettesíteni. És az én álláspontom az, hogy a tolerancia a legfontosabb. Az én megközelítésemben nem helyes azt mondani, hogy a buddhizmus meg a hinduizmus az nem vallás. Miért ne lenne vallás? Ugyanolyan értékű nagy vallások, mint az összes többi. És azt sem helyes mondani, hogy ezt kell nekünk követni. Mert van egyfajta sokszínűség ebben. És a sokszínűséget az adja, hogy Isten mikor mit nyilatkoztatott ki a világban. Tehát akkor, amikor a mohamedánoknak ezt az erőszakosságát látjuk, akkor ugye az arra vezethető vissza, hogy abban a világban az a fajta erőszakosság volt egy domináns emberi viselkedési norma, és ebben akartak valamit előrelépni. A hinduizmusban ugye az egy sok évezredes kultúra szintén, ott is nagyon sokféle korszak van. És minden korszakban voltak avatárok, amelyek valamit annak a népnek, annak a tudati színnek kinyilatkoztattak, elmondtak ugyanarról az igazságról, amiről mondjuk a kereszténység beszél, de egy kicsit más szempontból, vagy más formában, hogy megértsék azok az emberek. És abból valami maradt mára, amit a mai ember megint valahogy értelmez, és természetes, hogy ezek a folyamatok, ezek torzulnak. De ez onnan jön, hogy mindig mindenütt valami másféle módon nyilatkoztattak ki írásokat. Persze, hogyha mondjuk most ez a Ferenc pápa, vagy akárki itt alakít rögtön egy új vallást, akkor abból semmi nem igaz. Tehát az nem torzul, hanem az már, annak már az alapjövései azok. És tehát én azt gondolom, hogy muszáj, hogy az ember ezek iránt, a különböző világnézetek iránt kellően türelmes, toleráns legyen, mert egyáltalán nem vagyunk abban a helyzetben, hogy mi megítéljük azt, hogy egy-egy ember milyen színvonalon éli a lelki életét, milyen színvonalon fordul Istenhez, ezt nem nekünk kell megítélni. Tehát én mindenképpen azt a szemléletet támogatom, egy ilyen ökumenikus szemléletet, amikor az ember mindent ráhagy és elfogad azokból, amiket lát hiteles, autentikus csoportoknál. És persze ebben mutassunk példát, minden a megélt folyamaton múlik, és nem azon, hogy mit hirdetünk dogmaként. Na, még egy kiegészítés, tehát a Mohamed próféta a vallást először a zsidóságnak írta, azokat akarta megnyerni, csak mivel a zsidókat nem tudta megnyerni, ezért mondtam az ószövetségi alapot. És ha megnézed bármelyik legnagyobb valláskutatót Mohamedánban, ő világosan leírja, hogy a Mohamedán vallás 60% saria és 40% vallás. Tehát saria egy jogrendszer, ezért ha bekerülnek Európába, bárhol megtelepednek, egy külön országot, egy külön hogy hívják, ott építenek fel, és ezzel nem illeszkednek be.
ezt nem jól mondtam neked, vagy nem jól értetted a indiai vallást, én nem így mondom, hogy itt a lényeg az, hogy egy teremtő Isten van. Tehát most is lesz a napforduló, menjünk a napfordulón is, csinálj, egy teremtő Isten van, és millió út hozzá, vagy annyi út, ahányan vagyunk. Tehát te hinduként is oda juthatsz, mohamedánként is oda juthatsz, ha azt az utat járod, amit az Isten elrendel érted, és nem ragaszkodsz a dogmákhoz. Az a baj, hogy nekünk is ugye az Ószövetség dogma, az araboknak a Mohamed tanai dogmák, de ha te nem azt, hanem a szíved szerint és a szíved érsz, akkor a Teremtő Isten mindenkit befogad. Tehát ez egyértelmű. Tehát egy Isten van, egy Teremtő Isten van, és azt se tudjuk, hogy fiú vagy lány, hiszen ő teremt duális világot, és akkor lesz férfi és nő. Tehát azon se kell vitatkozni, hogy most férfi volt a Teremtő Isten vagy nő, hanem egy Teremtő Isten van, és mindenhogy el lehet jutni. Tehát. És akkor, hogyha utolsó halál előtt egy perccel megtérek és bocsánatot kérek, még akkor is megbocsán. Tehát mindig is lehet. Tehát mindenki járja azt az utat, ami van. Aki kereszténynek születik, az legyen keresztény. Azért kell a gyereknek, mindig mondtam, szülőknek, hogyha találkozok, hogy hát ők nem nevelnek semmit, majd a gyerek eldönti, ilyen nincs. Nekünk kell adni egy vallást, és ő eldönti, hogy milyen, aztán mit választ, az onnantól kezdve az ő ügye lesz. De a szülőnek az a feladata, hogy egyet kell adni. Tehát egy Isten hitet kell adni mindenkinek, és akkor utána majd elválik. Juthat bárhova, mert a Teremtő Isten végtelenül kegyes, és az a lényeg, hogy szívünkbe érezzük a Jóistent, és az ő, az érzésünk alapján az ő útját járjuk. Azt figyeljük, minden nap figyeljük a visszajelzéseket, hogy mit kapunk, és azt kapjuk vissza, hogy jó úton járunk, akkor jó úton járunk, azon kell járni, és akkor jó. Nagyon egyszerű, és nagyon végtelen egyszerű. Nem mi rendezünk semmit, az, hogy itt vagyunk most, itt találkozunk, ezek vagyunk, ez se véletlen. Akinek itt kell lenni, itt van, aki hallja, annak kell, az hallja, aki nem, az nem. Tehát így működik minden. Tehát nem kell félni. Békesség legyen bennünk, az a lényeg, semmi. Agresszivitás, semmi, hogy hívják. De ha kell, föl kell állnunk. Jó? Isten? Gnoszticizmus, ami mondjuk az második századig, sőt a harmadik század elejéig elég meghatározó keresztény irányzat volt, amit aztán a sorozatos nicélai zsinat, meg stb. Kiirtottak el, és ezeknek üldözések először ők lettek az áldozatai, hogy ebben a szkíta szemléletű kereszténységben mennyire egyáltalán érzékelhető ez a gnoszticizmusnak? Közel van a mikrofon. Hát persze, a vallást úgy kell elképzelni, ha nézzük meg, hogy Jézus Krisztus ugye 12 apostola, ebből egy se volt zsidó. Mindegyik Galilea, egy volt Júdás. Igen, Júdás volt egyedül a kis zsidó, de többi nem volt zsidó. És milyen területek mentek? Szkíta területekre. Szkíta kereszténységről beszélünk 200-ig. Első század, második században szkíta papok voltak, szkíta voltak össze, ha volt zsinatot hívtak, szkíták voltak többségben mindenhol. Utána beszáll a zsidóság ebbe a történetbe, már a 304. századra, és akkor már átírnak mindent át, meg minden is onnantól kezdve megy. És hogyha bejön az Ószövetség, akkor szabad utat enged a gyilkosságnak, ezért lehetett megcsinálni keresztes háborúkat, vagy tudom én, üldözést. Igen. Tessék, Pálnak a szerepe? Hát ez sem véletlen, hogy a Bibliának a 62%-a az írásos anyagnak Pál apostoltól van. Igen, de zsidó volt. Hát ő zsidó volt, igen, zsidóból, aki ugye igen, megvakult egy 3-4 nap után a visszatértés, utána megváltoztatta a vallást, és nagyon sok jó dolgot mond, és minden volt. Ő a zsidóságot akarta megtéríteni, azért ír nagyon sok zsidó dolgot benne. Tehát ugye Jézus Krisztus azért születik Izraelbe, mert az a világ legsötétebb helye, és a megváltónak oda kell születni, hol a világ legsötétebb helye. És azért a legsötétebb, mindenki fél tőle, üldözték, megölték, keresztre feszítették, tényleg ez volt, és ez az útja, de ezt mi tettük?
Ezt nem tudom elfogadni, amikor mondják, hogy Jézus Krisztus az én bűnömért is meghalt. Hát ilyen nincsen. Ezt gondoljuk meg józanésszel. Mi felelősek vagyunk a saját életünk és saját bűnünkért. Majd ott mindjárt adom, majd igen. Felelősek vagyunk, és nekünk az szerint lesz az ítéletünk, hogy mit csinálunk. A gnosztikus dolgok benne vannak. Majd ha visszajön, visszaváltozik, az új szövetség visszajön, akkor bőven belefér a gnoszticizmus. János. Igen, igen, a legjobb, meg a legérdemesebb olvasni Jánost. Ő aztán a zsidóságról megírja, hogy ördög a ti atyátok, hazugság atya, gyilkos, stb. Tehát leírja, hogy mik. És sajnos ezek voltak. Akkor Bene Gábor jelentkezik. De alapvetően csak kérdezni akartam, hogy ebből a könyvből ti kaptatok el, ne hozz ide, meg gerjedni fog a mikrofon. Nem, ha itt elkezdünk beszélni, akkor gerjedni. Mennyire az értek volt? Ebből kaptatok? Nekem van. Vagy a harmadik kötet, nem hiszem, hogy ebből lenne. Szerintem neked sincs. Erről az egész témáról szerintem ne a hangfal előtt beszéljünk, mert az halál, amikor elkezd jelezni. Nekem annyi hozzáfűzni való van ehhez a dologhoz, hogy ugye alapvetően abból induljunk ki, hogy a világ megrontolja a kiválasztottsági mítosz. Van egy mítosz, amit kitalálnak a héberek, akik állítólag 40 évig vándorolnak ott a sivatagba, az egyik arab nyelvjárás szerint azt jelenti a héber, hogy sivatagi rabló. A másik arab nyelvjárás szerint azt jelenti a héber, hogy kitaszított. A kettőnek az összefüggése szerintem egyértelmű. De nem is ez a lényeg. Tehát a kiválasztottsági mítosz azért dráma, mert ha végig gondoljuk, és nyugodtan gondoljuk végig, a muszlim vallás is a kiválasztottsági mítoszra épül. Mit mond a muszlim? Én vagyok az igaz hitű. Te meg egy gyagur kutya vagy. Ha nem fizetsz adót, akkor vége. És ugyanerről van szó a judaista vallásban. Ugyanerről van szó. Hiszen mit mond a judaista? Én judaista vagyok, te pedig goly vagy. Egyébként hagyj mondjam azt, hogy érdekes, amit mondott Bós Frédi barátom, hogy hol született Jézus? Galileában. Mit jelent Galilea? A golyok földje. Na most a golyok földjén eleve nem született zsidó. Egy. Kettő, Galileában igazából nem volt jelentős hatalma a zsidóságnak, ja, hogy ő azért ment Jeruzsálembe, és azért kezdett ott tanítani. Egyébként nagyon fontos lenne tovább menni. Tehát maga az első nagy monetáris diktatúra, a római birodalom, amit folyamatosan, állandóan nekünk mintaként emlegetnek, az is, azért mondom, hogy monetáris diktatúra, mert a pénz vezérelte, a pénz diktatúrája vezérelte. És nem az a lényeg, hogy most köztársaság van ott, vagy császárság van, vagy konzulok vannak, vagy nincsenek konzulok, hanem az, hogy a pénz. És a pénz már akkor is azoknak a kezében volt, akik valamiféleképpen kiprivatizálták, gúnyosan mondom ezt a szót, kiprivatizálták maguknak, például az egyiptomi fáraó kincseit, hiszen valljuk be egész őszintén, van is ennek nyoma, csak agyon hallgatják. Azok a sírrablók, akik kifosztották a piramisokat, azok a sírrablók elsősorban olyan héberek voltak, akik 40 éven keresztül ott azon a környéken sétálgattak, mert nem mehettek be az ígéret földjére. Tehát ez az egész történet onnan izgalmas, hogy a kiválasztottsági mítosz következő lépcsője a római polgárok. Ugye? Rómában csak az az ember, aki római polgár. A többi rabszolga. Nincs mese. A többi rabszolga. Vagy ha véletlenül nem, ha valahonnan a galloktól jött, vagy valami, akkor az nem római polgár, tehát neki nincs akkora joga, mint egy római polgárnak. Tehát itt is a kiválasztottsági mítosz. És menjünk tovább, ugye? Az egyház, amikor kiírtja, a katolikus egyházról beszélek, engem római katolikusnak kereszteltek, de már régen nem vagyok se római, se katolikus. Én Jézus hívő ember vagyok. És nem is az egyház számít, csak a hit.
hogy hiszünk-e. Azt gondoljuk magunkról, hogy hívő emberek vagyunk, vagy azt gondoljuk, hogy egy dologban hiszünk, az anyagban, a pénzben, mert ma az a divat, hogy a pénzbe kell hinni. Tehát a katolikus egyház vezetésével kiírtják az Egyesült Államokban, pontosabban az amerikai földrészen az indiánokat. Nem mondom, hogy mindenkit, de 99%-át, alig maradtak. Dél-Amerikában szintén ugyanez a helyzet. Afrikában is. Sőt, Afrikából elhurcolják Amerikába rabszolgaként. Tehát volt a katolikus egyháznak is egy olyan időszaka, ami úgy mondjuk modern szóval, hogy fundamentalizmus. Azt mondták, hogy csak ők, senki más. Ez nem a kiválasztottsági mítosz, dehogy nem. Mi menjünk tovább. Nagy francia forradalom. Mit mondanak? A guillotine-t hogy állítják be? Csak ők, kizárólag, ugye? A szabadkőművesek. Csak aki nem szabadkőműves, aki valóban az egyenlőség, testvériség, szabadság vonalán áll, aki valóban, az ki kell írtani. Magukat is kiírtani. Az más kérdés, hogy aztán a végén, ugye a saját... A következő lépés, mindjárt a Rothschildokra is beszélek kicsit. A következő lépés, ugye ne felejtjük el, hogy a marxizmus. Mit jelent a marxizmus? Gyakorlatilag Marx kitalálja, hogyan lehet az emberek között feszültséget teremteni. Az osztályharc a dividet imperának egy speciális formája. Nincs mese. Az egy más kérdés, hogy Marx egyébként a zsidóságot nagyon keményen, 1844-es levelek a zsidóságról, nagyon keményen lehúzza, és azt mondja, hogy csak a pénzt kell elvenni a zsidóktól, és megoldódott a zsidó probléma. Ebben igaza van egyébként. Sőt, én szoktam Marxnak egy zseniális mondatát idézni, az így szól, hogy Európában a zsidók emancipációja úgy történt meg, hogy a keresztények lettek zsidókká. Idézővel vége. Ez egy konkrét marxi mondat. Ezek pozitív dolgok lennének. Aztán jött a bolsevizmus. Hölgyeim és uraim, hát nem a kiválasztottsági mítosz. Hát mit mondtak? Mi vagyunk az élcsapat. Ugye? Hát ez is a kiválasztottsági mítosz. Aztán jött a nácizmus, az übermencs elmélet. Hát nem a kiválasztottsági mítosz. És most a globalista világ, hát erről beszéltünk itt elég hosszasan, hát ők is a kiválasztottsági mítosz fertőzöttjei. Ránk nincs szükség most már. Most már minden másra szükség van, elindult ugye a mesterséges intelligencia, tehát már az agyra sincs szükség, fizikai munkásokra sincs szükség, a robotizáció miatt majd ők a kiválasztott. Ők majd maradnak, mi pedig megyünk a levesbe. Elnézést, hogy hosszan beszéltem. Csak a héberrel kapcsolatban, hogy ne használjuk ezt a zsidóságra, mert a héber nyelv az kánaáni nyelv. Ezt a keresztény egyházi lexikon is leírja, hogy Krisztus előtt 4. században Amenhotep fáraó levelezik Kánaán területén, és héber nyelvet használ. Tehát átvették, nyelvük se volt, tehát úgy mentek oda. Tehát, hogy a héber nyelv az nem az övék. Tehát, ha hébert említem, az rokon nép, tehát ne használjuk a hébert. Maradjon az izraelite, vagy a, hogy hívják. A Dávid csillagról meg csak annyit, ugye, mint ősi jelképet. Ha jól emlékszek, 1672-ben Prágában vették észre egy templomon, hogy az első Dávid csillag volt rárajzolva. Annál régebbit sehol a világon nem tudnak bizonyítani, hogy az az övék lenne. Bocsi, de tudjátok, hogy miért van ez így? Mert a Habsburg német-római császár, miután hitelt kapott a prágai zsidóktól, nekik adta ajándékba, adhat ajándékba egy német-római császár egy ősi sumír jelképet? Nem, de mégis odaadta. Így van, igen. Tehát ez egy régi ősi sumír jelkép. A felső világ háromszöge, az alsó világ háromszöge, és hogy forrik egybe, és hogy néz ki együtt.
tehát ahogy fönt úgy len, egy csomó minden illik rá, tehát ez egy régi szkíta jelkép, így lehet mondani, sumér szkíta, ugyanaz, ami volt. Oké, mondjál. Jó, hogy hangosan mondom, nem kell a mikrofonja. Csak egy kérdés. A manikeizmus kapcsolódik-e bármi módon hozzánk? Ugye a Papp Gábornak sok előadásában lehet hallani, hogy van-e valami köze a szkitáknak a szkitákhoz? Igen, a gnosztikus vallás máni volt. Krisztus után 210-től mondjuk 60-ig körülbelül élt. Vagy nem ért 60-ig, mert ugyanúgy hal meg, mint Jézus Krisztus 33 éves korában, keresztre feszítik és meg is nyúzzák előtte, tehát abba különbözik a halálra menetelétől. Amit leír a fényvallás, tulajdonképpen arról szól, hogy gyűjtsük össze a fényt, amit van a Földön, és vigyük fel az Istenhez, amit kaptunk. Tehát egy nagyon jó, Jézus Krisztus említi 100-szor, Jézus Krisztus apostolként elismeri, tehát ő nem egy, de mint gnosztikust vallást megbélyegezte, az egyház kizárta, de a manikeizmus benne van a reformációkor Magyarországon, mert Magyarország volt az az ország, ugye Európában a reformációval, akkor vezette be például, amikor a 99 pontját ráírja a Luther Márton, akkor írja rá a 99 pontba, hogy a ő egyházuk, a református is egyház is adhat hitelt, meg kamatot szedhet. Tehát ők írták, ők vitték be ezt a szót, de a magyar reformáció arról szól, hogy visszatérünk az ősvallás, és a gyönyörű szép Papp Gábort, ha végignézzük a menyezet festményeken, amik vannak, csupa manikeista jelkép, a szőlő, a dinnye, ugye a napnak a gyümölcsei, és a többi, amit ábrázolnak rajta, tehát mániféle fénykereszt, az a koronánkon is megvan, 100 darabban megvan a koronán, a mániféle fénykereszt, amikor 4 ilyen virágszilom van, ajánlom földebrőre elmenni a templomba. Az egy különleges templom, a világon még nincs. Ez az eredeti alaprajza mániféle fénykereszten van, és bele még egy négyszög bele állítva, és ez volt a templomnak az eredeti alapja, és ilyen alaprajzú templom nincs a világon. Nagyon különleges templom még abból is, hogy nincs a templomnak alapja. Hogy áll meg akkor? Úgy áll meg, hogy összetömörítették a földet, és kiszélesítették a köveket, és lapokon áll a templom, és nem alapon, hanem a kőlap ki van szélesebb, és azon meg tud állni, és így áll. Gyönyörűség belső tér van, ahol a templomban halottat helyeztek el, arra építették az egész templomot. Meg kell nézni, nagyon különleges, ilyen templom nincs. Nyilván Árpád-korinak mondják, vagy még annyinak se, de én beszéltem, aki föltárta a régész ezt a templomot, és avarkori pénzeket találtott, tehát minimum avarkori építészet, templomépítészet, ami feldebrő. Jó, tehát ezt érdemes megnézni, ott van Tarna Szent Mária mellette, az is az ország egyik, hanem a legrégebbi templom, a honfoglaláskori, az is nagyon szép, érdemes megnézni, gyönyörű szép régi emlékei vannak, az is nagyon szép. Ott van egymástól 10 perce. Ha elmennek oda, akkor mind a kettőt ajánlom megnézni. Igen. A nemzetség már jól az is volt, mint a visszafoglalás. Igen, valószínű itt volt, és az ő, te ő hallottak, őket helyezték el például a földebrői templomban alul. Nem pont a Vasámbuák, mert ő később élt, hanem az ő rokonságát lehet, hogy arra építették, és arra volt. És jönnek ízzel, ha bevegyünk a templomba, mindenhol bizánci építészek. Hol voltak bizánci építészek? Hát mi keleten ugyanilyen templomokat építettünk mindenhol, ahol volt. Tehát ezeket, ez magyar kultúra, magyar eszközök, magyar faragványok, magyar, hogy hívják, tehát ezt el kell ismerni. Igen. Elnézést, én a szkítasághoz szeretnék pár szót szólni. Tegnap este esett arról szó, hogy a következő generációk, mármint a gyerekek és a felnőttek is szeretnek játszani. Én a saját fiammal játszok, aki Hollandiában él, és van egy közös játékunk, minden héten játszunk ezzel. Ez egy nemzetközi, több éve világméretű játék, ez a Civilization 6. Ez egy geopolitikai játék, tehát ha összefoglalhatom a mai napot, van benne pénzrendszer, jogrendszer, a gyerekek megismerhetik a világ minden táján az összes uralkodót, tehát a római birodalomtól kezdve a német császár, benne van az angol, Péter cár és a többiek. Miért mondom ezt? Mert ez egy olyan interaktív geopolitikai játék, ahol
a civilizációk működését ismerik meg, akár a 10 éves gyerekek is. Nem ezért mondom, benne van Mátyás király. Benne vannak a fekete sereg és a huszárok. Tehát az összes hadászati történelmi esemény, és le vannak benne írva a történelmi vonatkozások. De nem ezért mondom, benne vannak a szkíták is. Tomiris személyesen van benne, szkítául beszél, és benne van a szkíta lovasság és a gazdaságukra jellemző viselkedés. Tehát ez a játék szimulálja a különböző társadalmak kapcsolatát, a politikai vonatkozását. Vallások vannak benne, tehát az összes felsorolt vallás, sőt saját vallást is létre lehet benne hozni. Pénzügyi rendszerek vannak benne, ezeket lehet fejleszteni, technológiákat lehet feltalálni és fejleszteni, tehát az írástól egészen az atombombáig, de a robottechnika is benne van. És ez úgy érzem, hogy összefoglalja mindazt, amiért itt vagyunk, történelmileg is, és a világ minden gyereke játszhat a szkítákkal és a magyarokkal is. Köszönjük szépen! Nagyszerűen. Akkor lassan befejezzük. Akkor egy imával zárjuk, jó? Mivel ez van. Először mondanék egy imát, ami egy népi, igen. Próbálták a társaim, akik demonstrációkat szoktak szervezni Magyarországon, hogy Palesztináért egy támogató demonstrációt hozzanak létre. Nem engedte a rendőrség. Úgy gondolom, hogy érdemes lenne megemlékezni azokról az ártatlan gyermekekről, emberekről, akik ok nélkül haltak meg, illetve ölték meg őket. Abban a könyvben találtam egy idézetet, egy előadónk volt itt Szabó László, és pont az elején, és éppen ezt a könyvet vettem meg. Egyébként ő 2004-ben a Monopolit elhozta nekem a lakásomra. Azért, hogy a gyerekemet megmentsem az oltástól. Elbuktam. A háborúnak vége lesz, és a vezetők kezet fognak. És azaz öregasszony ott marad, várja a halott fiát. És az a lány várni fogja a szeretett férjét. És azok a gyerekek várják majd a bátor apjukat. Nem tudom, ki adta el a hazát. Láttam, ki fizette meg az árát. Mohamed Darwish, palesztin költő. És még egy idézet. A háború egy olyan hely, ahol egymást nem ismerő és nem utáló fiatalok ölik egymást. Olyan öreg emberek döntése miatt, akik ismerik egymást, gyűlölik egymást, anélkül, hogy egymást ölnék. Erik Hartman. Köszönöm. Ez azért is fontos, mert a legközelebbi rokonaink egyike a palesztin. Ugyanezek az ujgurok. Most kínai rendőröket hoznak Magyarországra, ahelyett, hogy ujgur embereket hoznánk be, és akkor elhagyná a kínai Magyarországot egytől egyig. Tehát a kínai embert, vagy kínai kereskedőt úgy hívják, hogy Ázsia zsidója. Tehát a kínai céggel nem jó üzletet kötni semmilyen kínai céggel, mert nem tisztességes. Na, mindegy, visszatérve a palesztin kérdésre, engem is megfogott ez a sok gyerek, ami meghalt. Aki gondolja, álljon föl, és mondjuk el egy méltányt és egy üdvözlést. Méltányt. Szenteltessék a templomot, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsássuk védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek. De ne hagyj minket kísértésre, de szabadíts meg a gonoszoktól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Így úgy legyen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között,
és áldott a te vérednek bűnöcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és várunk óráján. Amen. Egy imád is. A napfénye lenyugodott. Lelkileg most egy kicsit elmentem, akkor inkább majd holnap meg elmondom. Jó, köszönöm szépen, akkor Isten áldjon mindenkit. Akkor holnap reggel találkozunk 9 órakor. Igen, 9 órakor találkozunk az élelmiszeriparra. 9-kor. Jó. Jó éjszakát mindenkinek!